Egy napon meghalunk, de a többi nem. Nagyon sok mindentől függ, hogy ki hogy áll a halál témájához. Egyrészt a saját neveltetésünk, amit otthonról a családból hozunk, másrészt, amit aztán később magunkra szedünk, és a spirituális gondolkodásunk jelentősen befolyásolja. Nagyon fontos az, hogy honnan jövünk, tehát hogy mik a családi tradíciók vagy hagyományok, illetve az, hogy milyen saját élményekkel rendelkezünk a veszteséggel kapcsolatban, és hogy a saját életkorunk is, hogy mennyire tudjuk ezt így akár elfogadni, vagy még nagyon távolítani. Tehát hogy szerintem nagyon függ attól, hogy mi van a puttonyban, illetve attól, hogy hol tartunk mi a saját életeseményeink sorában. Homogén a társadalom, változó a háttér, ahonnan jönnek az emberek, ebből adódóan változó a hozzáállásuk is. Összességében talán azt tudom mondani mégis, hogy az a ősi kultúra, ami a családokban megvolt, amikor a halál része volt az életnek, ez kikopott. Ugyanúgy, ahogy a születe is, a szülés bevonult a kórházba, ugyanúgy a halál is bevonult a kórházba. Talán elhospitalizálódott ez az egész meghalás, tehát kórházba kerülnek, és ott sincsenek alapjába véve a nővérek és az orvosok felkészül arra, hogy méltóképpen búcsúztassák el az ilyen embereket. Tehát még azzal vagyok talán jobb helyzetben, hogy én olyan környezetben vagyok, ahol minden segítségem megvan, akár egy pap, egy lelkész segítsége, egy egészségpszichológus, egy pszichológus tudok hívni, meg mindenki ott van körülöttem ott a kórházban, nem igazából ott semmi nincs, és ott tényleg idegen gépek között hal meg valaki. Tehát régen nem így volt. Tehát például, ha belegondolunk, akkor a temetőket a településeken, a templomok köré építették központi helyen. Régen élők és holtak egymás mellett éltek, vásárok voltak a temetőkben. Ott éltek az emberek, és nem volt ennyire idegen. Most elidegenedtünk. Tehát azt kellene most a mai embernek, hogy visszavezesse a halált oda, hova kell. Nagyon-nagyon régóta nem hagy békét az a gondolat, hogy elmegyünk, és befejeződik az életünk. Gondolkodom az élet két nagy csodáján, a születésen és a halálon. Abban a kegyelemben volt részem, hogy ott lehettem egy kisfiú születésénél, és ott lehettem, amikor édesanyám elment, és foghattam a kezét. És hogy láttam az édesanyámat békében, lecsitultan, belesimulni valahogy a mindenségbe, azóta még jobban felerősödött bennem az, hogy beszélni kell erről a dologról, mert nagyon-nagyon sokan visszaszorítják, vagy szőnyeg alá söprik, vagy nem mernek beszélni arról, hogy mit jelent nekik a halál, a szeretteik elmenetele, hogy mennyire fáj, mennyire kínzó érzés ez. Úgy érzem, hogy beszélni kell erről, és amikor 2015-ben egy fesztiválon láttam Jens Raske színdarabját, akkor azt mondtam, hogy itt van egy olyan anyag, ami ezt kibeszéli. És most adódott erre alkalom, hogy a Móricz Zsigmond Színházban felvállalta a színház, hogy ezt tető alá vigyük. Friedrich Noémi főszereplésével megrendezhettem ezt a darabot.
egy kisgyerek szemszögén keresztül kísérünk végig egy történetet, ami fáj, ami megráz, ami időközönként megmosolyogtat, és ami nagyon emberi. Amikor Emil beteg volt, akkor hosszú ideig nyugalomra volt szüksége. Nagyon hosszú ideig. Emil tulajdonképpen egész életében beteg volt. Legalábbis amióta emlékezni tudok, és én jó 3 évvel vagyok idősebb nála. A vérével kezdődött, aztán az egész teste belülről olyan beteg lett, hogy már nem lehetett vele mit kezdeni. 1 évvel ezelőtt halt meg a testvérem Emil. 4 nappal a 9. születésnapom után. A szobámban halt meg. A kertre nézve. Én azt tapasztaltam meg az eddigi hosszú pályám alatt, hogy valami fajta kapcsolatot abszolút tudok, és nem is kapcsolatot, párhuzamot vonni az adott élethelyzetünkhöz, és az adott szerephez, amit próbálok. Nagyon leegyszerűsítve, amikor az életben is mennyasszony voltam, érdekes módon akkor a színpadon is olyan szerepet kaptam, amikor várandós lettem, akkor olyan szerep talált meg. Tehát, hogy ezek most nyilván a legegyszerűbb és a legprimérebb dolgokat mondom, de ezek mindig találkoztak, vagy találkoznak. És megmondom őszintén, hogy amikor a Fruzsi felkért, akkor egy picit így görcsbe rándult a gyomrom, hogy ups, most akkor vajon mi fog az életembe bekopogtatni ennek a darabnak a kapcsán, ugye a halál téma körében. Van egy húgom, tehát van egy testvérem, nyilván egyből ez jutott eszembe, hogy te atya úristen, ugye nem lesz ilyesmi. De aztán próbáltam ezt elhessegetni, hogy nyilván nem ebből a szempontból kell ezt így értelmeznem, és mégiscsak úgy alakult az életünk, hogy a próba folyamat egy adott pontján elveszítettük az anyósomat. Tehát nagyon közelivé vált ez a halál témája számomra és számunkra, és van 2 kicsi lányom, 1 6 és 5 éves most már, és nagyon érdekes volt rajtuk keresztül látni ezt a témát. Valójában felemelő volt annak a természetes megélése, ahogy ők ehhez viszonyultak. Úgyhogy lényegében megnyugodtam. És így belenyugodtam abba, hogy ez az egész téma, ez belekerült az életünkbe, a civil életünkbe is, és aztán a színészi karrierembe is, és ezt is kerestem ebbe a szerep megformálásba, hogy ez tűnjön nagyon, nagyon egyértelműnek, és nagyon, nagyon életszerűnek, és nagyon mindennapinak, bármennyire is felnőttként eltartjuk ezt a témát magunktól, és nem akarunk ezzel foglalkozni. Ugye Jette egy 10 éves kislány, akit én játszom, és próbáltam belecsempészni a lányaimnak azt a fajta tisztaságát, hogyan ehhez a témakörhöz állnak, és mindenféle előítélés és fenntartás és szomorúság nélkül beszélnek a mai napig róla. Úgyhogy ezt igyekeztem beletenni. Van az úgy, hogy az emberek nem halnak meg? Kérdezte egyszer Emil. Nem. Minden embernek meg kell halnia, még az állatoknak is. A mesében miért nem halnak meg az emberek? Hát, mert azok csak történetek, az nem a valóság, hanem amit szépnek találunk. Szerintem az is szép, ha nem kell meghalni. Mondtam. Szerintem a halál nem klassz. A mai társadalmi kultúránkban nagyon eltávolodtunk a halál gondolatkörétől egyáltalán. Félünk tőle, félünk a veszteségektől, félünk a fájdalomtól, félünk a nehéz érzésektől. És ezt
távolítjuk, hárítjuk magunktól. És a gyerek azt tanulja meg a szülőtől, hogy ez valami rossz dolog, amitől félni kell. A gyerek attól fél, amitől az anyuka fél. Hogyha anyuka úgy viszonyul egy-egy helyzethez, hogy teljesen természetes és normális az, ami történik, akkor a gyerek nem fél tőle, hanem elfogadja annak, hogy ez normális. Van a szülőkben egyfajta óvása a gyereknek, mivel ő neki nehéz a halál témaköre, vagy a veszteség témaköre, ugyanígy azt gondolja, hogy a gyerekek számára is ilyen veszteségekkel terhelt, fájdalmakkal terhelt, szomorúsággal terhelt helyzet, és pont ezért távolítja is, mint hogyha meg szeretné védeni valamitől, amitől nem is kellene, hogy megvédjék, mert a gyerekek egyfajta egészséges kíváncsisággal rendelkeznek kisgyermekkorban még erről, hogy mi a halál, hogy mi lesz a halál után az életünkkel, a testünkkel, és mivel látja, hogy a felnőttek ezt hárítják, ezt a kérdést, és tabuként kezelik, ezért nem is nagyon merik megkérdezni, vagy nem is mernek erről beszélni, vagy kíváncsiskodni, mert hogy a kommunikációban beáll egy hézag, egy visszafogottság, egy távolítás, és itt tűnik el, mert ők a saját halálukhoz, illetve az elmúláshoz még eleinte, az életük kezdetén nagyon pozitívan tudnak hozzáállni és kérdezni, de később a felnőttek mintáját követve, illetve a felnőttek félelmét, szorongásait átvéve távolodnak akkor el, ha így mondjuk a halál témakörétől, és kezdenek el ők is talán tabuként gondolni erről, vagy gondolkodni erről. Ez meg egy általános jelenség a szülői magatartásban manapság, hogy nem csak a haláltól, hanem minden rossztól próbáljuk megóvni a gyereket, ami meg nagyon-nagyon nem jó. Tehát egyszerűen nem készül fel a gyerek arra, hogy rossz dolgok fognak történni vele, és aztán, hogyha felnőttként szembesül a negatív dolgokkal, akkor nem lesz megküzdési készlete. Nem fog tudni mit kezdeni. Egyáltalán ezeknek a nehéz érzéseknek az elviselése is számára gondot fog okozni. Az, hogy tud ezzel megküzdeni, az meg aztán végképp ismeretlen lesz számára. Amikor oda kerülnek tényleg fiatal hozzátartozók is, hogy el kell búcsúzni, akkor ez nem nagyon megy, és amikor, tehát az is nagyon-nagyon szomorú része a munkámnak, amikor próbálom sugallani, hogy ne kössük be az infúziót, tehát foggal körömmel infúziót kössünk, és segít a házi orvosom is, aki elmondja szépen, hogy hát ideig, óráig segíthet az az infúzió, ugye, de el kell engedni, mert hogy meg fog halni. És ők ezt nem bírják tudomásul venni, és hiába sugallom, próbálom mondani, tehát nem, tehát arra szeretném őket megtanítani, hogy amíg arra van lehetőség, hogy elbúcsúzzanak, és tegyék, hogy azt tegyék meg, mert később erre nem lesz lehetőség, hisz tudjuk, hogy mindenki éli a saját maga életét, egyetem, főiskola, munkahely, karrierépítés, és jó, meglátogatjuk a kórházba anyut, aput, és fogjuk a kezét, és mindent megteszünk, de hát nincs idő elmondani azt, amit el szeretnénk. Megható volt az, amikor végül elfogadta egy pár, hogy sajnos el kell búcsúzni, és azt mondták, hogy, tehát azt fogalmazta meg az édesapa, hogy el fogok most menni, és megfogta a kezét a hölgy, és azt mondta, hogy úgy gondolod, apu? És ez annyira megható volt, akkor beszéljük meg, és akkor még megbeszéltek egy csomó dolgot. Sajnos a kórházak nincsenek arra felkészülve, hogy minden esetben legalábbis, hogy családias légkört tudjanak biztosítani. Van egy szörnyű dolog, és nem is tudom erről, hogy lehet beszélni, hogy a különböző perektől, kártérítésektől való félelem arra sarkalja az egészségügyi dolgozókat, hogy az utolsó pillanatig, nevezzük nevén a dolgot, értelmetlenül hosszabbítják az életet, csak azért, hogy nehogy nekik ebből valami bajuk legyen. Én ugye gyerekorvosként éltem le az életemet, a mi helyzetünk még inkább nehezebb. Nyilván egy felnőttet elveszíteni, az is tragédia a család számára, de valahogy az a természetrendje, hogy az idősebbek elmennek, a fiatalok itt maradnak, az a természetrendjével maximálisan ellenkezik, hogy a gyerek menjen el a szülő előtt. És az én pályafutásom során gyakorlatilag ilyen esetekkel kellett találkozni. Szintén nehezíti a dolgot, hogy az egészségügyi dolgozónak, az orvosnak egy beteg elvesztése, az mindig egy szakmai kudarc élmény.
évekkel, évtizedekkel utána is vissza-vissza jönnek emlékek, hogy mi lett volna, ha, mi lett volna, hogyha egy beavatkozást hamarabb csinálunk, ha időközben a tudomány fejlődik valamit, és egy újabb módszert találnak, akkor beugrik, hogy hoppá, ezzel a módszerrel azt a gyereket meg lehetett volna menteni, ha már akkor tudom, ha már ez a gyógyszer a kezemben van, és ezek nem mindig jó érzések. Korábban, ahogy oda kerültem, nagyon nehéz volt ezt nekem még fiatal lányként feldolgozni, és az első, az soha nem felejtem el, az első az nagyon megviselt, tehát hogy elaludni sem tudtam, éjszakai műszakban, és elaludni sem tudtam, csak sírtam, nem szégyellem elmondani. Azt sem szégyellem elmondani, hogy nem is igazán tudtam mit kezdeni egymagam, hanem oda mentem a tapasztaltabb kolléganőhöz, és azt mondtam, hogy segíts, kérlek. Én azt gondolom, hogy fel kell vállalni az érzéseinket, és ezt ki kell fejezni. És persze ki vérmérséklete alapján, meg a saját módjai mentén, de hogy meg kell tudni fogalmazni saját magunknak is, hogy most éppen mit érzek. Egy gyásszal kapcsolatosan nagyon sokféle érzelem, már itt sok mindent felemlegettünk, de akár a düh is benne van, az önvád, a bűntudat, a lelkifurdalás, a fájdalom, a szenvedés, nagyon sokféle, a csalódottság, nagyon sokféle negatív érzelem felmerül ilyenkor, és ezt igenis meg kell tudni fogalmazni és kimondani, és ezt föl lehet vállalni egy férfinak is, azt mondani, hogy nekem ez most nagyon fáj. És van az a terhelés, ami meghaladja az embernek a tűrőképességét, vagy a teherbírását, és ezt fel lehet vállalni. És hogyha a gyerek ezt látja, hogy az embernek érzelmei vannak, és megtanulja, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és hogy lehet kirakni, és aztán dolgozni vele, ez gyakorlatilag az érzelmi intelligencia fejlesztésről szól. Van ez a mondás Magyarországon, hogy halottról jót vagy semmit, de ez valójában úgy van, hogy halottról jól vagy semmit. És hogy nem baj az, ha én azt mondom, hogy hát igen, néha nem úgy viselkedett, ahogy kellett, mert sokkal könnyebb akkor ezt a bűntudatot elengedni, és igenis lehet néha átmenetileg dühösnek lenni, hogy itt hagyott, elment, cserben hagyott, nem, nincs már itt velem, és ezért lehet akár férfinak, akár nőnek dühösnek lenni, akár a gyereknek is. Hogy én is haragszom anyukámra, mert ő meghalt, vagy haragszom a testvéremre, mert itt hagyott, és most emiatt mindenki szomorú. Tehát igenis ki kell mondani, vagy kirajzolni, vagy naplózni, vagy bármilyen technikával, de így kirakni azt a fájdalmat, vagy aztokat a akár negatív érzéseket, amiket gyakran lefolytunk a gyásszal kapcsolatban, azt szerintem az egyik leginkább elismertet a düh és az agresszió, mert ilyet így nem illik érezni. És a testvérhalálnál pedig teljesen jogos, hogy időnként elhanyagoltnak érzi magát, vagy alárendeltnek érzi magát a megmaradó, vagy az egészséges gyermek, hiszen nem jut neki annyi figyelem, mint amennyire szüksége lenne. És ez is teljesen jogos érzelem. És hogy ott jön be a bűntudat, hogy akkor ez legyen már vége, és amikor meg vége van, akkor meg ott az önvád, hogy miattam lett vége, főleg a kicsiknél. A mama haragszik rám! Kérdeztem a papától. Hogy juthat ilyen eszedbe, Jette? A mama jobban szeret téged, mint bármi mást a világon. Nem igaz. Emilt jobban szereti. Még most is! Ez nem igaz, Jette. De Emil olyan sokáig volt beteg, hogy muszáj volt törődni vele. Ezen elgondolkoztam. Talán a papának van igaza. És most, hogy már Emil nincs itt, a mama többet fog törődni velem. Még akkor is, hogyha én nem vagyok beteg. Elhatároztam, hogy várni fogok. Nehéz helyzetek ezek. Azt gondolom, hogy pont ezért kellene többet is beszélni róla, nagyobb szociális hálót nyújtani ilyen helyzetekben a családoknak, gyerekeknek, hozzátartozóknak, hogy legyen elérhető legalább egy-két olyan személy, aki akár felnőtt, akár gyerek, de gyerekről, de gondoskodik érzelmileg. És egyáltalán teret engedni a gyásznak.
Tehát én azt tartom legnagyobb problémának, hogy a mai rohanó világban egyszerűen nincs idő, nem hagynak időt gyászolni. Az élet megy tovább, és az az elvárás, hogy akkor te hajtsál tovább, és mint ami sem történt volna, és egyébként megkezdjél az érzéseiddel, amit akarsz. Tehát, hogy ez az, amit nagyon-nagyon rosszul csinálunk, szerintem. És a régi idők, vagy idősek hagyományai, vagy rítusai azért ezek fontosak voltak, nem hiába mondják azt, hogy egy év gyászév, hiszen mindent egyszer át kell élni, anélkül, a személy nélkül, azt a családi struktúrát, határokat, kereteket, szabályokat újra kell gondolni, módosítani kell, és nagyon gyakori az, hogyha mondjuk fiatal kamaszról van szó, vagy fiatal felnőttről, akkor beáll az elhunyt szerepében, mondjuk a fiú az apa helyére, és akkor egy picit így anyát is elkezdi igazgatni, holott azért ezeket a szabályokat, kereteket újra kell rendezni, és ez nehéz mindenkinek, főleg aki élni ezzel. Egy új egyensúlyt kell kialakítani. A gyászév, igen, sokszor még az is kevés. Persze. Tehát az egy év az, hogy egyszer megélünk mindent az elhunyt nélkül, de az még nem jelenti azt, hogy el is fogadtuk, hanem az majd a következő, vagy akár a rákövetkező évben fog megtörténni. Végül is alszanak a halak? Nem tudom, valószínűleg igen. Emil elgondolkozott. Meghalni olyan, mint elaludni? Talán. Csak éppen nem ébredünk fel többé. Akkor az valami egészen más. A mi felpörgött életünk, amikor már semmit nem élhetünk meg a maga megfelelő idejében, ha ezt így folytatjuk tovább, egyre betegebb lesz a társadalom. Tulajdonképpen ezért is volt a vágyam az, hogy erről, ennek teret adjunk, és mindenki igénye szerint merjen erről megszólalni, vagy kérdezni, vagy akár elsírni magát, ahogy ő szeretné. Mielőtt a gyerekek jöttek volna megnézni, azelőtt már több olyan próba volt, ahol egy-egy felnőtt beült. A hangosító, a világosító, akik részt vesznek ebbe a próba folyamatba, és hát nyilván nagyon érződik, pláne amikor mondjuk egyedül van az ember a színpadon, és csak egy-egy felnőtt ül a nézőtéren, ezek az energiák nagyon erősen átjönnek. És kicsit olyan tojáshéjon lépkedős volt mindig, tehát hogy nagyon éreztem, hogy nagyon hat a felnőttekre, nagyon mélyen hat, és küzdöttem színészként, hogy ne vigyen el az ő szomorúságuk, vagy az ő fájdalmuk, hanem próbáljak ellene menni. És amikor beültek a gyerekek, akkor valahogy, most ez érdekesen fog hangzani, de sokkal boldogabb volt a játékom, sokkal felhőtlenebb, és nem nyomasztotta egy ilyen súly, vagy egy ilyen teher, egy könnyed volt. Észrevettem magamon, hogy egészen másképp kezdem el megfogalmazni a mondatokat, máshova kerülnek a hangsúlyok. Más szövegrésztől viszont egy kicsit zavarba jövök, hogy most hogy mondjam, hogy a kukacok rágcsálnak, amikor a kisgyerekek ülnek itt, holott a felnőttek esetében lényegében meg se fordult volna a fejembe, hogy ez egy ilyen sarkalatos pontja a szövegnek. De olyan ártatlan tekintetekkel és tisztasággal és kíváncsisággal néztek, hogy szinte csak meséltem nekik, és ettől vált könnyedebbé az akkori előadás. Ez nagyon érdekes volt megtapasztalni. Ha mindenki elmondott már rólad mindent, elénekelünk néhány dalt. Aztán mindenki kap egy festékes bögrét, és írhat vagy festhet valamit a koporsódra. És hogyha kész vagyunk, akkor színes léggömböket engedünk fel. Mindegyiken lesz egy fotó rólad. Bejárják az egész világot, az emberek hazamennek, rád gondolnak, és sohasem felejtenek el téged. Úgy gondolom, hogy a halál az szervesen az életünk része. És nem szabad úgy csinálni, mintha valami beteg, valami hárítandó dolog, dimenzió lenne. A virágok is elhervadnak, a kedvenceik is megöregednek, és ők is felmennek a kutyamennyországba. A
természet is folyamatosan ezt sugallja, hogy születünk, kiteljesedünk, aztán elmegyünk. Tulajdonképpen erről a természetes dologról akartam beszélni. Néhány embert mások ölnek meg. Néhányan azért halnak meg, mert lenyelnek egy csirkecsontot, vagy egy darazsont, vagy mert egy rövidlátó elefánt véletlenül rájuk tapos, vagy mert egy kutya a lábukba harap, vagy mert nem tudják, hogy a villanykörtét nem szabad megenni. Aztán vannak, akik az északi sarkon fagynak meg, míg mások a déli sarkon fagynak meg. És az északi és a déli sark között vannak egy csomóan, akiknek teljesen totáltak mindegy, hogy élnek vagy halnak. Néhányan öregen halnak meg. Mások egyjegyűek. Amit mondani akarok, mindenki meghal egyszer. Így vagy úgy. Számtalan olyan dolog van, amit soha nem beszéltek meg, és ha most nem fognak, és úgy megy el, akkor ez egy örökre elvaratlan számra, soha nem fognak megbékélni. Nagyon nehéz elfogadni, tényleg, mert nagyon nehéz elfogadni ezt a tényt, de szembe kell vele nézni. Használják ki azt az időt, amit együtt töltenek, és ne abból induljanak ki, hogy ó, majd holnap. Ha meg akarnak valamit kérdezni egy előttük járótól a generációt tekintve, akkor kérdezzék meg most. Ha azt akarják mondani, hogy szeretlek, akkor mondják azt most. Mert utólag nincs kinek. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni, kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. Jó néha fázni, semmin elmélázni, tavaszi esőben olykor bőrigázni. Teleszájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni. Sírni, ha fáj. Remegni, ha félek. Olyan jó néha érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni.